a mai videóm. Áldozatul esett a hétfői elcserélt videómnak, valószínű, hiszen újra kellett töltenem őket, és úgy néz ki, hogy a mai és a holnapi nem sikerült tökéletesen, úgyhogy most újra veszem. Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Mai videóban válsággal, illetve a jeleiről, és a lufi meg a pukkanásáról gondoltam egy pár gondolatot megosztani veletek. Már annak az apropójából is, hogy a Kőjelzen Csabával a klubon belül nagyon sokat taglalgatjuk ezt, illetve szedtük össze a jeleket. Voltak benne észszerű, illetve voltak benne inkább ilyen többszörös, tehát többes áttételű hatás észrevételek. És volt közte egy pár olyan dolog, ami egy gondolatot ébresztett pluszba bennem. Ezt fogom majd egy picit jobban taglalgatni. Ugye a nyersanyag árak most már azért megszoktuk az elmúlt másfél évben. Mi ugye felújítással foglalkozunk, és amúgy is van rá látásunk ugye a többiek által, hogy a nyersanyag árak az elmúlt egy-másfél évben, vagy több is, heti, de van, hogy napi kétszeri árfolyamon mennek. Tehát konkrétan találkoztam, már pontosabban hallomásból, felújító csapat árajánlatával úgy, hogy a munka, díj, illetve az összes ennek járuléka fix költség, tehát előre leírt kalkulációval, viszont az anyagárakat kötötték konkrétan dátumhoz. Ez már egy nagyon pici elvánást eredményez, mert ugye eddig nem is nagyon adtak árajánlatot magára a munkára, viszont rájöttek, hogy bizonytalanra sokkal nehezebben fognak az építőiparba belekezdeni, tehát megadták a fizikai részének ugye az árajánlatát és az anyagköltség, vagy pedig anyagbeszerzést ajánlottak ugye a megrendelőnek. Van, aki belemegy, van, aki nem, ezt mindenkire rábízza az ember. No, ez lenne az anyagnál ugye az egyik. A másik az üzemanyag és az egyéb járulékos költségeknek a nem kiszámíthatósága. Oké, hogy jelenleg van egy üzemanyagárstopp hazánkban, ellenben a külföldre idehozott áruknak ugye a kamion üzemanyaga már nincsen stoppolva. A mezőgazdaságban nem túl könnyű megoldani az úgynevezett árstopp és a hazai mezőgazdasági résztvevőknek a összehangolását. Ott ugye elméletileg vagy a mezőgazdasági eszközzel kell érkezned, vagy vannak benzinkutak, akik hajlandóak forgalmi felmutatásával, ugye kedvezményes áron, illetve hát árstoppos áron értékesíteni üzemanyagot, de ez is egy olyan tényező lehet, ami a kiszámíthatatlanságot a egyre nagyobb olyan valójában ingoványos talajt eredményez ugye a gazdaságban. Tehát ezt tudnám legjobban vagy legszemléltetőbben mondani. Tehát az ingoványos talaj az, ami képes aktívan egy válságot előidézni. Ugye foglalkoztam vele hát most már hónapokkal ezelőtt egy egész hétig magával a válsággal, mint egy nagyon jó fogalmat tudtam hozni, ugye köszönhető Kulcsár Tibornak, illetve ennek a taglalása az én azt gondoltam, hogy elég érthetően bemutatta azt, hogy nem feltétlen kell ott lecsapódni a válságnak, abba az iparágba, ahol maga az iparági összeomlás hozza a hirtelen változást, illetve megállást ugye a globális piacon. Tehát mondjuk adott esetben egy egészségügyi válság, vagy éppen mondjuk az ingatlan hitelezés, illetve az ingatlanpiaci, akár az autóipari, tehát gyártás iparon bekövetkezett dermedés, vagy éppen teljes sok eredményezhet egy ilyen spirálisan elnehezedő válságos időszakot, hiszen manapság már nagyon-nagyon sok iparágat összekötnek az úgynevezett multik, ezek úgy szokták mondani, hogy nemzeteket átívelő nagyvállalatok. Hát én ennél sokkal csúnyábbat is tudnék rá, vagy gondolok rájuk, de nem hiszem, hogy ez most ide tartozik. Szóval a lényegben bármelyik iparból érkezhet ez vagy a dermedés, vagy éppen maga az összedőlés, az képes összedönteni ugyanúgy az ingatlan piacot, ugyanúgy a nyersanyagpiacot, akár a mezőgazdaságot, akármit, tehát konkrétan tök máshova is lecsapódhat. Tehát ilyen kicsit úgy mondanám, hogyha elvonatkoztatva tud az ember erre gondolni, mint a pillangó effektus. Ha hallottál róla, akkor jó, ha nem, akkor jelezd, és akkor legfeljebb csinálok róla egy videót. Tehát valahol elrebbenti magát ugye a pillangó, azt a másik végén pedig szökőár keletkezhetne belőle. No, nem ez lenne a fő témája, hanem az, hogy azért ezeket figyelni kell,
és minél több irányból figyeled a jeleket, illetve minél több irányból jönnek már majd a jelek, amiket ugye összekapcsolsz esetleg fejbe, még ha nem is megijedsz, meg rettegni fogsz tőle, de tudod, hogy mire készüljél. Érts, ez alatt nyilván könnyebb nem teljesen összetörni magadat, ha sejtesz, hogy előbb-utóbb megbotolhatsz, eleshetsz, mint a krumplis zsákborulszál. Tehát én ezt onnan tudnám példálozni, hogy annó, amikor először a küzdősportokkal találkoztam még talán óvodás koromban, akkor ha jól emlékezzem, illetve jók a visszaemlékezések a környezetemből, az első, majdnem a legnagyobb időszakban csak az esést tanultuk. Szó szerint, hogy hogyan kell esni, és hogyan kell a legkisebb kárral, tehát a tompított esést, hogy nevén nevezzem a gyereket, hát ha mond ez nektek valamit, tehát az esésnek a tompítást, hárítását tanultuk. Gyakorlatilag egy, hát ha nagyon százalékoznom kéne, egy 80-90%-ba. No, hát ennyi voltam a mai kis videóban elmondani, ha van lehetőséged, akkor készülj arra, hogy tompítanod kell a válságot, mert az, hogy válság lesz vagy nem, ez nem kérdéses, mert mindig is volt válság, és mindig is lesz válság. Az, hogy milyen téren, milyen piacon, milyen méretű, milyen volumenű, meg mi lesz a kiút belőle, ezt azt gondolnám, hogy tudni senki nem tudja. Találgatni, rengetegen találgatnak. Ha bejön nekünk, akkor azt mondják, hogy én megmondtam. A másik 683-szor hetente, akinek nem jött be, vagy nem jön be, azoknak szép csendben elsúnyognak, és jön az újabb ötletével. És nem mellesleg észrevendő az is, hogy maga a válság az sosem akkor van, amikor erre nyilvánosságra kerül, mert van egy olyan időszak pont, mint a tőzsdén is, hogy tagadás. Én úgy szoktam apostrofálni, meg talán szakmailag is hasonló lehet a neve, a tagadási időszak. No, hát most már tényleg bezárom ezt a videót, már megint nagyon hosszú lett. Ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, ha nem vagy még feliratkozva a csatornámra, akkor tedd meg kérlek. Ha nem vagy még feliratkozva a hírlevelemre, érdemes megtenni, mert úgy emlékszem, ma délután fog kiérkezni a következő. És találkozzunk holnap is. Sziasztok!